A Mi Hazánk mozgalom szerint nem hagyhatjuk, hogy világkormánnyal lépjen elő a WHO, ezért azt várjuk el a magyar kormánytól, hogy lépjen fel az erre irányuló törekvésekkel szemben, mind az ENSZ-ben, mind más nemzetközi fórumokon, most, a most zajló közgyűlésen, illetve a következő hónapokban is. A tegnapi napon, ugye szeptember 20-án New Yorkban kezdődött el az ENSZ legmagasabb szintű tanácskozása, és Magyarország is a legmagasabb szinten képviselteti magát Novák Katalin államfő személyében. A szeptember 22-ig tartó esemény sorozat egyik legfontosabb eleme az a javaslat, amelynek címe az ENSZ közgyűlésének politikai nyilatkozata a legmagasabb szintű találkozóján a pandémia megelőzés, felkészültség és reagálás terén, az angol rövidítése ennek PPPR. Sajnálatosnak és megdöbbentőnek tartja Mi Hazánk mozgalom, hogy erről a rendkívül fontos dokumentumról egyetlen szó sem jelent meg a magyar médiában. A kormány, de még az államfői hivatal sem adott arról tájékoztatást, hogy milyen megállapodást készülnek elfogadni, pedig a jövőben az életünket jelentősen befolyásoló egyezményről van szó. A WHO oldalán közzétett 13 oldalas dokumentum nem egyszerűen aggodalomra ad okot, hanem az emberi szabadság korlátozására vonatkozóan rémisztő távlatokat jelenít meg. Konkrétan egy olyan dokumentumot fogadtak el, amelyben a világtörténelemben először egy világkormány létrehozásának a kereteit teremtik meg, ez szó szerint szerepel ebben a dokumentumban. Ez az első állomása annak a több lépcsős nemzetközi jogi álcába bújtatott jogi mechanizmusnak, amelynek az utolsó eleme a jövő évi WHO pandémia szerződés. A közegészségügy álcája mögé bújva újabb oltási programok terveinek az alapjait fektetik le, illetve erre hivatkozva az emberi szabadságot teljesen felszámoló döntéseket akarnak jóváhagyni, ami ellen a Mi Hazánk mozgalom tiltakozik. Ennek nagy része a WHO egészségügyi szabályzatában szerepel az úgynevezett IHR rendelkezésekben. Az ebben javasolt módosítások lehetővé tennék Tedros Ghebreyesus számára, hogy önállóan nyilvánítson ki veszélyhelyzetet, és a WHO-nak ellenőrzést biztosítana bizonyos országos erőforrások felett is, amit önmagában már rendkívül aggályosnak gondolunk, és a nemzeti szuverenitás csorbítását jelenti egyértelműen. A WHO arra is felhatalmazást kapna, hogy orvosi vizsgálatokat, a védőoltás igazolását, valamint a kontaktok nyomon követését, karantént és kezelést írjon elő. Itt szerepel ebben a dokumentumban a globális egészségügyi bizonyítványok digitális vagy papír alapú rendszerének a bevezetése is, de ami talán a leginkább felháborító, hogy a WHO úgynevezett sürgősségi bizottsága felhatalmazást kapna arra, hogy felülbírálja a szuverén nemzetek egészségügyi intézkedésekkel kapcsolatos döntéseit. Tehát felülbírálati lehetősége is lenne. Az ENSZ éppen azt a WHO-t akarja a nemzetek feletti szuverenitással ellátni, amelyeknek a legbefolyásosabb pénzelői a Bill Gates-féle gátlástalan Big Pharma milliárdosai. A WHO tehát mára inkább a gyógyszeripar részvénytársaságává vált. A szervezet egyértelműen a finanszírozóinak az érdekeit képviseli, azért, hogy azok a cégeiken keresztül minél nagyobb profitot tudjanak termelni. Láttuk ezt a mechanizmust a COVID időszaka alatt is. Nagyon sajnálatosnak tartja a Mi Hazánk mozgalom azt is, hogy ezt a rendszert a magyar kormány is szolgai módon építi, ahelyett, hogy fellépne ezzel szemben. Orbán Viktor és Szijjártó Péter személyesen is számtalanszor megerősítették a COVID alatt is azt, hogy a WHO útmutatásai alapján járnak el. Amennyiben Orbán Viktor kormánya és Novák Katalin államfő nem lépnek fel az említett dokumentumokkal szemben, az azt jelenti, hogy kiszolgáltatják a magyar embereket a globális gyógyszeripari kartellek érdekeinek. Az emberek élete, egészsége, a magyar gazdaság, nemzetünk szuverenitása, a Mi Hazánk mozgalom szerint semmilyen körülmények között nem lehet alkutárgya, ezért határozottan azt kérjük az ország vezetésétől, hogy álljanak ellen, és ha bármilyen a magyar szuverenitást csorbító intézkedést elfogadnak vagy ezt tervezik, akkor azok ellen a leghatározottabban tiltakozzanak.
Az ENSZ és a WHO tervével kapcsolatban a Mi Hazánk Mozgalom országos tájékoztatókampányt és aláírásgyűjtést is indított, amelyet a mihazánk.hu/WHO ellen oldalon lehet aláírni és ehhez csatlakozni. Szeretnénk a magyar társadalom figyelmét felhívni erre, hiszen a készülő tervek, ha megvalósulnak, akkor rosszabbak lesznek az eddigi COVID-terror borzalmainál is.